Teltház előtt kezdődött meg a Szatmerbereg Akadémia soron következő konferenciája. A programsorozat első állomását tavasszal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen, melynek témája a szatmári és beregi térség földrajzi, történelmi és helynévi kutatásai voltak. Az akadémia kiemelt feladata, hogy a térség értékeinek megőrzését és továbbadását is támogassa, hangzott el a rendezvény megnyitóján. Most a második rendezvény itt a Lubi kastélyban hasonló előadásokkal fog folytatódni. Itt biológiai madártani, néprajzi, irodalmi és a Lubi kastéllyal kapcsolatos helytörténeti kutatásokról fognak a kollégák beszámolni, és ezt követi majd egy eszmecsere, ahol természetesen ezeket az értékeket, az ezzel kapcsolatos gondolatokat fogják az itt tenni vendégek megosztani egymással. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan térség is van, amelyet kiemelten kellene kezelni, azonban a Szatmár-Bereg szinte a megye védjegyének számít. Ezt már Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke mondta el a rendezvényen. Hozzátette, az akadémia feladata, hogy a többi térségre is felhívja a figyelmet. Pontosan arra szerettük volna felhívni a figyelmet, és úgy szerettük volna megközelíteni most magát a szatmár-beregi térséget is, amelyet talán kevesebbszer látunk így, tehát egy picit mélyebbre ásni, valóban megnézni azokat a tudományos háttereket, a különböző területeknek a tudományos igényű munkáit, hogy egy picit mélyebben, picit talán komolyabban próbáljunk rátekinteni arra a térségre, amelyen élünk, és természetesen megbecsülve a gasztronómia és kulturális hagyományokat, azért mégis egy picit valóban a tudomány oldaláról egy picit jobban megvilágítani, hogy és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni az itt élőkhöz és az érdeklődőkhöz is magát a Szatmár-Beregi térséget, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Baracsi Endre hozzátette, a lehető leghamarabb meg szeretnék rendezni a Szatmár-Bereg Akadémia következő konferenciáját is, amire várhatóan jövő év tavaszán kerülhet majd sor, szintén egy szatmári vagy beregi kisebb településen.